A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett. És így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabbuni. Ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.
Tamás pedig, egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem intem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. I will not believe. Nyolc nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel? Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki. Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik. Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?
Ő pedig így felelt. Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. I am telling you the truth. When you were young. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és odamentél, ahova akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Jézus szava Péter és a szeretett tanítvány sorsáról. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól. Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.